Na, hello, sziasztok! A mostani videóban a lényeg az lesz, hogy nem mondd azt, hogy nem szóltam időben, ugyanis nagyon örülünk neki, mikor a nyugdíjbiztosításra kapunk 30%-os adójóváírást, kapunk az egészségünkre ugye megint csak adójóváírást, van, amikor kapunk állami támogatást, csók, babaváró, tehát mindig örülünk a plusz pénznek. És most jön egy újabb időszakos támogatásnak felfogható valami, amikor is képzeld el, hogy a mosószer, a fogkrémedre, minden ilyen hétköznapi dologra kapsz legalább 20, 30, de akár 40, 50, néha 70%-os támogatást is. Azaz, olcsóbban juthatsz hozzá ehhez a dologhoz. De ez hogyan lehetséges? Ugye sokfajta kedvezményes időszak van. Én most a glamour napok, ugye azt ismeri mindenki, és ez nem reklám, nem fizet ért a glamour, viszont neked annál fontosabb, hogy a mögöttes logikát te megtanult, megértsd, meghalt, amit akarok mondani. Október 10-13-án lesz ez a glamour napok, érdemes előre készülnöd, szerezd be kupont online bárhogyan, és elmondom miért. Ugye előbb rebesgettem, hogy kapsz kedvezményt, támogatást. Ugye ezt hívjuk kedvezménynek, a boltok elkezdtek mindenféle kedvezményt évekkel ezelőtt osztogatni ezen a jeles napon, azzal a céllal, hogy kisöpörjék a árukészletüket, hogy felpörgessék a fogyasztást, és brutális haszonra tegyenek szert. Ehhez képest mit csinálsz te, mit csinál a legtöbb ember? Bemegy, finomkodik, óvatosan levesz egy pervolt, levesz egy fogkefét, egy valamit, és akkor úgy elköltöttél 10-15 ezer forintot, és válveregetve mész haza, hogy ez az anyukám, ebben a hónapban spóroltam. Mert te mókus vagy. Te mókus vagy, aki mogyoróról mogyoróra, egyesével készül fel a térre. Hónapról hónapra élsz, és ez nem biztos, hogy jó. Ideje paradigmaváltásba kerülnöd, áthelyezned a létedet egy másik idősíkra. Itt érdemes a vállalkozóktól tanulni. Amikor elkezdtem vállalkozni, akkor még nyilván a környezetem is mit láttam, mindenki hónapról hónapra tervez, havi fizetés van, havonta ennyinek kell lennie, és akkor jó. Csak hogy az évek folyamán valóban vállalkozóvá váltam, akkor jöttem rá, hogy már nem igazán érdekel, hogy adott hónapban mennyi a bevételem. Nyilván érdekel, de nem lényeges, hiszen számomra mindig egy éves időszámítás van. Tehát 2011, 12, 13, 19. Tehát, hogy adott évben mennyi a bevételem. Így nem esek pánikba, ha mondjuk van egy gyengébb ősz, de közben meg volt egy brutális erős tavasz. Ma a kettőnek az átlaga kihoz valamit, ami nekem jó. És valójában érdemes erre átváltanod vásárlás szempontjából, hiszen ugye egyrészt minden nap, vagy idő, minden hónapban azért remélem mosol, vagy mosogatsz, vagy bármit csinálsz, mondjuk most én nagyon leragadtam a tisztítószereknél, most ez lesz ennek a sztorinak a példája, de hát itt rengetegféle dolog van, amire kapsz kedvezményt, amivel be tudsz vásárolni. Mit csinálsz? Havonta használod, de kitiltja meg neked azt, hogy ahelyett, hogy egy havonta, három havonta vennéd meg a cuccokat, mindig aktuális áron, hiszen mindig akkor mész a boltba, amikor elfogy, ahelyett előre raktározz be, nézd meg, hogy mikor jár le, ezek a cuccok 2000, mit tudom én, ma megveszed 2022-ig baromi jók. Nyilván nem kell évekre előre raktároznod, mivel ugye minden évben van ilyen glamour nap, meg egyéb kedvezmény sorozat. Most mondom, csak példaként vettem, ezt mindenki ismeri. Miért nem csinálod azt, hogy évről évre tervezze? Fogod magadat és bevásárolsz úgymond előre, és mókus helyett úgynevezett mágnás leszel. Te vagy mágnás, Pista, bemész, telepakolod a kocsidat, mint hogyha nem lenne holnap, itt a világ vége, egy évre előre megveszed a mosószeredet, a mosogatószeredet, a tisztítószeredet, a macskakajádat, a nem tudom mit, nyilván ugye, ami nem lejárós, betárazol, és ezzel olyan szintű, úgymond támogatásra, kedvezményre tettél szert, amivel baromi sokat tudsz úgymond spórolni. Nyilván az a nehéz ebben az egészben, hogy valójában ezen a három napon a szokásodtól eltérően fel kell borítani a családi kasszát, és lehet, hogy mondjuk extra 100 ezer forintot fogsz elkölteni. Vagyis kéne legalább extra 100 ezer forintot elköltened annak érdekében, hogy igazából spóroljál. És ez a nehéz. Melyik oldalt azt látod, hogy most 100 ezeret, vagy 200 ezeret, vagy
80 ezeret hirtelen elő kell rántanod a zsebedbe, és le kell tenned, és másik oldalt meg nem igazán látod azt, hogy ezzel mit nyersz. Ezt mindjárt ki fogom számolni. Ugye, hát számoljuk ki. Mosogató tabletta, akinek van mosogatógép, az tudja, hogy hát itt egy elég széles skálán mozognak a dolgok. Például van prémium csomagok, ugye prémium, fontos, nézd meg a darab árát. Tehát, hogy például nem alapcsomagot veszel, hanem XXL meg mega kiszerelést. Például most vettem is egyébként, meg képzeljétek el, hogy ilyen, hú, nem is tudom, mondom a számokat, nem tudom, az hány százalék, azt hiszem 50 vagy 60 százalékos akció volt. Már egyik Tesco-ban ilyen kiárusítás van, őrület. És vettem a legmagasabb kategóriájú mosogatógép, mosogató tablettát az adott termékcsaládban, és 5500 forint helyett 3200-ért sikerült elhoznom egy csomagot, nyilván többet szereztem be. Darabján egy csomagon nyertem 2300 forintot. Na most, hogyha három csomagot veszel, nálunk három ilyen csomag, az egy évre bőven elég. Mert hát még egy ilyenben van mondjuk 60-72 tabletta, most nem tudom pontosan mennyi. Tehát nagyjából azért egy év kijön három ilyen nagy csomagból. Ezen a három csomagon igazából most befizettem mennyit? 9, hát durván 10.000 forintot, és nyertem 6.900 forintot ezen. Ezen az egy műveleten. Köszönöm szépen, és ez egy olyan költség és olyan nyereség, amit igazából eljátszhattam, hogy mindig akkor veszem, amikor kell. Ha éppen nincsen akció, így jártam, és akkor kifizettek végső soron teljes áron 15-17 ezer forintot. Helyette még egyszer 9500-at most kifizettem, 6900 azonnal zsebemben landolt, mint nyereség, és ez csak egy nagyon kis szelete volt a, nyilvánvalóan a havi költségvetésünknek, vagy az éves költségvetésünknek. Ugyanezt most a glamour napokon meg fogjuk csinálni egyébként mosószerrel, meg mindennel, amit majd össze fogom írni. Tehát nekem az eltökélt tervem, hogy legalább 100.000 forintot most minden áron elköltsek. Igen, ez az időszak, amikor minden áron el kell neked költened pénzt, de nem hülyességre, ez nagyon fontos, hangsúlyozom, hogy nem az a cél, hogy minden áron minden hülyeséget megvegyél, hanem olyan dolgokat vásároljál, amit amúgy is te használsz, kell a hétköznapi átlagos életedben, tehát nem luxuscikkek, hanem szükségleteket elégíts ki. Erre költs el ennyi pénzt, vagy akár többet, vagy hogy a 100.000 forintonként számolunk, és átlagosan 30%-os a kedvezményt tudsz szerezni ezeken, akkor gyakorlatilag 100.000 forintonként 30.000 forintot nyertél. Ez már egy jó üzlet. Valójában az igazság, hogy mindig mindenki szídja ugye a gazdagabb embereket, mert ugye tudom, hogy sokan vagytok úgy, hogy azt mondjátok, hogy hát nektek erre nincsen pénzetek. Kérdezem én, hogy ezt nem tudtuk, hogy vannak ilyen napok. Évek óta van Magyarországon ilyen nap, de valamiért a sokan nem teszitek meg a szükséges lépést. Mondom, finomkodtok, hogy pár ezret elköltötök, adott hónapra megveszitek a cuccot, és akkor jaj, anyukám, most hú, de jó. És nem előre vesztek egy évvel. Ami hihetetlen, ha belegondolsz, és ugye mindig szidod a gazdagokat, hát a gazdagabbak azok, amit csinálnak, akinek van egy kis esze, nyilván neki van, tehát igen, vannak hülye gazdagok, meg okos gazdagok, mindegy, de akinek van pénze, ja, tanul meg, pénzből lehet pénzt csinálni. Tehát neked 30.000 forintos nyereséget csak akkor lesz, ha most bepakolsz 100.000-et. Tehát abból, hogy te odamész 10.000 forintot lobogtatni, abból nem lesz 30.000 forintos nyereséget. Érted a lényeget? Nagyobbba kell gondolkodni, hiszen a te életed is egy nagyobb dolog. Nem lehet így leszűkíteni. És valójában ez mit jelent? 100.000-et most beraksz, és ez gyakorlatilag 30%-os profit, hozam, nevezz, aminek akarod. Adómentes, kamatadómentes, SZIA-mentes, azonnal úgymond elért hozam, profit lesz. Tehát ismétlem, ha te 100.000-et beraksz, és átlagosan 30%-os kedvezményt el tudsz érni, akkor gyakorlatilag abban a percben te 30.000-et nyertél, és az 30%-os hozamnak fog nettóba megfelelni. Nem létezik ennél jobb befektetés. Igazából sokan mit csinálnak ehelyett? Ha van egy kis pénzük, arra keresnek valami befektetést, és örülnek, hogyha 5-10%-os hozamot talán elérnek. Érted? És miért akarsz elérni azért a pénzen 5-10%-os hozamot? Hogy legyen pénz, plusz pénzed, amiben tudsz venni, mint a mosószert. Ahelyett, hogy most kikerüljük ezt a hülye lépést, és azt a pénzt, amit te erre szárnál, azt fekteted most be, azonnal realizálod a kedvezmények miatt a hozamot, és akkor boldog vagy.
Nagyon fontos szerintem, hogy ebbe fejbe változzunk, és ideje a hónapról hónapra való élés helyett évről évre élni. Lehetőség szerint ugyanez igaz, ami most kitérve ebből a sztoriból, mit tudom én, kötelezőt. Tudtad-e, hogy például a saját kötelezőnek az ára, hogyha te gyakorlatilag csak azért 18 000 forinttal olcsóbb a kötelezőm, mert évente fizetem, és nem negyed évente. Ugyanígy lakásbiztosítás, balesetbiztosítás, tehát vannak ilyen termékek, amit hogyha te évente fizetsz, és nem kisebb időtávban, akkor nagyobb kedvezményt kapsz. És valójában miért ne tenném meg? Mitől félek? Hiszen azt így is úgy is ki kell egy évbe fizetnem azt az összeget. Nyilván ugye a másik oldal az, hogy azért nem teszik meg sokan, mert hónapról hónapra élnek. Sajnos így alakították ki a költségvetésüket, így alakult ki. És nagyon gyakran azt mondjuk, hogy nincsen rá lehetőség. De valójában ezt nem muszáj drasztikusan mindent átalakítod az életedbe, lehet lépésről lépésre. Ma akkor kezd el egy akkor csak a mosogató tablettán, álltam neked 10 forintot biztos, hogy van, akkor vegyél annyit, ami egy évre elegendő neked, amikor most akcióban lesz. Akkor kezd el ezzel, és azzal már csináltál magadnak egy 7000-es előnyt. Ha minden így marad az életedbe, és valóban nullára jössz ki, akkor már 7000 pluszba vagy, következő ilyen lehetőségkor még már a 7000-et be tudod úgymond forgatni. Nyilván bagatelltételek, de van, akinek ez számít. De tudom, hogy a legtöbben, akik ezt a videót nézitek, igazából a nem törődömség, lustaság és a erre én nem gondoltam, bűvös háromszögében mozogtok, és valahogy ahogy egy régi berögződés az egész, hogy nem spájzolsz be. Márpedig itt az idő, akkor lesz sok pénzed, hogyha sikerül bespájzolnod, jó? Ezt nem is ütögetem tovább, nem mondd, hogy én nem szóltam, azonnal lépned kell, át kell gondolnod, hogy mit szeretnél, hol szeretnéd megvenni, nyilván a kuponok elérhetőek, lehet nézegetni, írd össze, menjél céltudatosan, mert nagyon brutál lesz már megint, mint minden évben, és az a jó hírem, hogy elég komoly összegeket fogsz tudni spórolni, amit végső soron arra fogsz költeni, amire szeretnél. Na, sziasztok!